Megkezdődött a Nébih téli élelmiszerlánc ellenőrzési sorozata Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is. A szakemberek főleg az adventi és szezonális ünnepi hagyományokhoz köthető ételeket és kereskedőket ellenőrzik. December 1-ével kezdődött, és tart egészen december végig, tehát december 31-ig. Ez az kiemelt ellenőrzés az éves ellenőrzési tervünk részét képezi. Ennek az az érdekessége, vagy különlegessége, hogy az ünnepkörhöz, a hagyományokhoz köthető termékeket, elállítókat, forgalmazókat ellenőrzzük ilyenkor elsősorban. Tehát azokat a termékeket, húsok, halak, édességek, pezsgők, borfélék, amik ehhez a hagyományokhoz, a karácsony ünnepkörhöz köthetők. A szezonális ellenőrzés azért is fontos, mert a fogyasztói igény ilyenkor sokkal nagyobb az év többi részéhez képest. A megnövekedett forgalom pedig több feladatot jelent a kereskedőknek, mondta a szakember. Helyszíni ellenőrzéseket végzünk, és az élelmiszerlánc egész területét ellenőrizzük, tehát kezdve az élőállat előállítással, szállítással, a termékek előállításával, és a végén természetesen a forgalmazó helyekre is eljutunk. Egyre, ahogy közeledünk az ünnepekhez, a végén már lényegében csak a forgalmazó helyeken fogunk ellenőrizni, tehát az egész élelmiszerlánc vonalát ellenőrizni fogjuk, és nagyon fontos hozzátenni, azt már nem ellenőrizzük, de az élelmiszerláncnak, hogy biztonságos legyen egy élelmiszer, része a fogyasztó is, aki miután megveszi az élelmiszert a boltokban, üzletekben, még neki is vannak olyan élelmiszerlánc biztonsági feladatai, élelmiszer biztonsági feladatai, hogy egészséges legyen az élelmiszer otthon is, tehát ő is a szállítás során, főzés során tartja be azokat a szabályokat, hogy a végén nehogy hiba csúszson az élelmiszerláncba, és biztonságos legyen az élelmiszer teljesen a fogyasztáskor is. Vajda Lajos kérdésünkre azt is elmondta, a megyében a tavalyi évben pénzbüntetést nem kellett kiszabni az ellenőrzések során, az élelmiszerlánc biztonsági előírásoknak megfeleltek a kereskedők.